Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai magazin műsorunk tartalmát. Színes programokkal szolgált regői. Tollat fosztottak az ozorai asszonyok. A 2021-ben született gyermekeket köszöntötték hőgyészen. Diák Olimpia helyszíne volt a Miklósvári parkerdő. A regői falunap 24. alkalommal várta az érdeklődőket, noha nem minden programelem része ilyen régóta a rendezvénynek. A helyiek szeretettel fogadják ilyenkor az ország számos pontjáról érkezőket, a nap folyamán pedig kicsik-nagyok egyaránt megtalálják a kedvükre való programokat. Felbőgtek a veterán járművek motorjai, a színpadon köszönthettek helyi, térségi fellépőket az érdeklődők, mellé pedig majszolhatták a nevezetes regői pereckalácsot. Regői település lakói, szervezetei minden évben aktív részesei a falunapnak, ahol bemutatkozási lehetőséget is kapnak. A Vürceldem Általános Iskola regői tagintézményének diákja is örömmel léptek színpadra, hogy műsorukkal szórakoztassák az érdeklődőket. Próbáljuk úgy összehozni a programjainkat, hogy a lehető legtöbb embert vonzza ide, minél szélesebb kor összetételű embereknek tudjunk programot biztosítani. A fiataloknak, idősek középkorúaknak is vannak különböző programelemei. Itt a pereckalács sütés az egy hagyományőrző tevékenység. A veterángépjármű találkozó ez egy később csatlakozott a falunapi rendezvényünkhöz. Falunapunk immáron a 24. alkalommal kerül megrendezésre. Minden alkalommal próbálunk egy-egy sztárvendéggel egy kicsit színesebbé tenni a programot, és ezáltal vonzani a környékbeli embereket. A veterán találkozóra jellemző, hogy az egész országból jönnek, illetve határon túlról is érkeznek gépjárművek, úgyhogy igazi nemzetközi rendezvényről beszélhetünk. Folyamatosan nő a rendezvénynek a létszáma is, a terület igénye is. Már lassan ezzel a problémával folyamatosan küzdünk, de megoldjuk ezt is, mint mindent. A helyi termelők bemutatását fontosnak tartja a település önkormányzata, így a rendezvényre kilátogatók a helyben megtermelt, illetve előállított termékekkel is találkozhattak a forgatagban. Próbálunk erre törekedni, ezt tudatosan, szándékosan tesszük. Ilyenkor, amikor nagy tömeg vonzású rendezvényünk van, akkor próbáljuk ezeket a termékeket bemutattatni azokkal, akik ezeket készítik. Az egyik helyi jellegzetességet, a pereckalácsot is megismerhették a fesztivál résztvevői. A helyi asszonyok 110 kg lisztből sütötték a település jellegzetes keltésztáját, amiből körülbelül 1200-1300 darab pereckalács készült el. Régen a lakodalmakba a pereckalácsot szoktak sütni itt regőbe, ez volt a divat, és mellé fújtott hús. Tehát ez egy évtizedes hagyomány itt a faluban. A Regői Kulturális és Szabadítós Egyesület tagja is sütik, mi elvállaltuk a sütését, és itt a hölgyek. Tehát először dagasztás, ami liszt, élesztő, zsír, tojás és házi tejből, amit felajánlott egy vállalkozó nekünk, ebből sütjük a pereckalácsot. Az önkormányzatnak van egy kemencéje, ami itt kint megtalálható, és akkor itt sütjük a pereckalácsot. Fel kell fűteni a kemencét, és akkor az első sütés, ami 13 tepsivel megy be, az körülbelül 4-5 perc alatt, a következő 13, és a harmadikat azt pontosan nem tudom megmondani. De tehát egy felfűtése 3 sütés megy. 2 éve sütöttünk, ugye a pandémia miatt, 2 éve akkor sütöttünk 120 kiló lisztből. Sokan kérik a receptet igazából, de hát nem tudom, mi egyéni recept alapján csináljuk. Az mindent nem mondunk el azért. A jellegzetes helyi süteményen kívül a veterán járművek is nagy sikert arattak, amelyeket közelebbről is szemügyre lehetett venni a rendezvény alkalmával, és persze a szokásos felvonulás sem maradhatott el. Szabó László kollégámmal szerveztük az idei találkozót, az elmúlt 10 évnek a találkozóját, azt egy Gabriel Zoltán nevű főszervező, ő rendezte, ő kezdeményezte igazából az egészet, de most 2 év kihagyás után úgy döntött, hogy inkább átadja a stafébotot fiatalabb korosztálynak, és úgy gondoltuk, hogy elvállaljuk és megpróbáljuk, belevágunk, hogy csináljuk továbbra is, mert nagy az érdeklődés és nagyra az igény. 2 éveket, 19-ben tartottuk a 10. veterán találkozónkat, aminek nagyon nagy sikere volt a maival együtt. Közben ugye eltelt 2 hosszú év, amikor nem tudtunk semmilyen rendezvényt se szervezni. Az idén volt lehetőségünk, megpróbáltuk, és úgy néz ki, hogy nagyon nagy sikere lett a rendezvénynek. Szerintem rekordot döntöttünk a vendégek szám alapján. Rengeteg személyautó, lassú jármű és motorkerékpár jött hozzánk
vendégségbe. Mivel úgy van meghirdetve, hogy veterán gépjármű találkozó, és az abból ered, hogy minimum 30 éves életkornak kell, hogy legyen a járművel, legtöbbjük bőven meghaladja 30 évet, de valamit csak megközelíti, de az is már egy szép eredmény. Aki veterán járművel érkezik, ő regisztrációs sátornál regisztrál. Az ő létszámuk az körülbelül olyan 138-140, ebben ugye bent van a traktor, autó, motor, és még ővelük érkezett hozzátartozó családtag, ők olyan 160-170 szeméről beszélünk. Vannak regői tagoink is, szerintem a legidősebb, traktorban is van idős, van egy trabantunk, egy 54 éves trabantunk, jelenleg is üzemképes, műszaki vizsgával rendelkező jármű. Van egy Hoffer traktorunk, róla nem tudok mit mondani, de ő szerintem még idősebb, ő is egy üzemképes jármű. Szépek a járművek. És ami szép és jó, szemnek tetszetős, az mindenki megnézi, és tetszik mindenkinek. A fák árnyékában helyet kapott veterán járművek mellett feltűntek a múlt használati eszközei is, köztük például számos fűrész, vagy éppen a mezőgazdaságban használt eszközök. A rendezvényre kilátogatók számos kérdést tettek fel a veterán járművek használati eszközök tulajdonosainak, akik még arra is lehetőséget biztosítottak, hogy belülről is jobban szemügyre vegyék az általuk féltve őrzött járműkincseket. A jövő évben is várja az érdeklődőket a Regői Falunap, Perec Kalács Fesztivál és veterán gépjármű találkozó. A hagyományápolás a következő percekben is szerepet kap, akárcsak az előzőekben, a regői anyagunkban. A múlt egy fontos eseményét elevenítette meg ugyanis az ozorai színkör legutóbbi rendezvénye alkalmával. A település művelődési háza megtelt helyi és környékbeli érdeklődőkkel. Hogy miről is szólt egészen pontosan, az a következő összefoglalónkból ki fog derülni. Annyit azért előzetesen elárulhatok, hogy a toll nélkülözhetetlen ahhoz a munkafolyamathoz, amit felidéztek előadásukkal. Az ozorai színkör immár 15 éve próbálja életben tartani a hagyományokat, azokat előadásaik alkalmával továbbadni. A mai magyar falvak már szinte teljesen levetkőzték a régi néphagyományokat. Itt-ott még elméletben, illetve van, ahol még gyakorlatban is fellelhető, de ezek már korán sem olyanok, mint az elvárható lenne, hiszen mindannyiunknak feladata az, hogy értékeinket, népi hagyományainkat megőrizzük. Annak idején Kodály Zoltán is erről beszélt. És hát ezért jött létre a színkör annak idején. Virág Feri bácsi, aki citerázott itt a faluban, mondta el elképzeléseit a citerásoknak. Jámbor József Srancelit pedig megvalósították ezt az ötletet annak idején. És aztán mi olyan jól éreztük magunkat akkor, hogy elhatároztuk, hogy együtt maradunk. És azóta is töretlenül 15 éve minden hétfőn próbálunk. És igyekszünk ezeket a hagyományokat megőrizni, felkutatni, továbbadni a következő generációnak, hogy emlékezzenek az emberek ezekre a szép dolgokra. Amikor még összejártak, beszélgettek, kiültek a ház elé a padra, segítették egymást, énekelték a dalaikat, táncolták a táncaikat, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos megőrizni. A legutóbbi összejövetelnek is ez volt a célja, ahova a környékbeli hagyományőrző csoportok is meghívást kaptak. Mai délután is erről szól, bár nem csak népi hagyományok lesznek a színpadon, hanem egyéb műfajokból is, és a színkörünk pedig visszahozta a régi tollfosztóknak az emlékét. Ezt fogjuk előadni a vendégeknek, amit 15 éve is megcsináltunk. Minden hétfőn próbálunk azóta, amióta elkezdődött az egész népi hagyományoknak az őrzése.
és ilyenkor saját magunk kedveléseire is énekelünk, illetve készülünk fellépésekre, mert a környező településeken is fellépünk, illetve helyben, minden rendezvényen. Jó estét, sokorok! Zsúrmúgat, zsúrmúgat! Zsúrmúgatok, zsúrmúgatok, hát átfolyott a tezetti való. Az az igazság. Meg hát, ugye rá is érek most a torkosztóba. Már más dolgom nincsen. Hát igen, hogy holnap hadd legyenek a tikók, hogy toljanak nagyon sok tojást, mert a mi családunk, nagy családunk van nekünk. A tolfosztó az asszonyok, lányok társas munkája volt a téli időszakban, ami, mint a többi kaláka jellegű munka, egyúttal a közös szórakozás alkalmát is jelentette. Az ozorai színkörrel időutazáson vehettek részt az érdeklődők, hiszen előadásuk idejére a színpadra varázsolták a kor hangulatát, amellyel 15 éves fennállásukat is ünnepelték. Régen ugye összejöttek az asszonyok, fiatalok, idősebbek főleg, és egy háznál a libáknak a tollát azért fosztották, hogy a párnákat ugye ezzel töltötték meg. És hát a történet tulajdonképpen ez, hogy fosztogatjuk a tollat, közben nótázunk, eszünk, iszunk, mulatunk, és egy jó kis élmény. Gondolom régen is ez volt, és most nekünk is ez. Az eredeti szerzők, akik ezt összeállították, a Jámbor József és a Sranc Edit, ők szedték össze ezeket a kis nótákat, az akkori idősebb, nálunk idősebb csoporttagoktól gyűjtögették, vagy hát kérdezgették innen-onnan. Köztudott, hogy Ozorán pillés bőruhás népviseletünk van, de ami ugye rajtam van már, ez is bőruha, de ez a munkásruhának nevezhető. Nincs a színkörnek közös ruhája, viszont kaptunk segítséget annak idején, amikor a szép ruhát varrattuk, hogy az anyagot az önkormányzat által annak idején, de amúgy mindenkinek a sajátja. A téli időszakban a tolfosztóban énekeltek, beszélgettek, a társasági élet színtere volt a bérelt vagy meghívásra látogatott ház. Adjon Isten erőt, egészséget, a ház lakóinak csendes békességet. Hogy olyan legyen a pince, mind a bót, mind az előtt régen volt. Hogy minden ember megbecsülje egymást, mind a gazdag, mind a szegény, mind a tót, mind az előtt régen. Adja Isten, hogy sürtrudi járjon az utcába, kovászos uborkát tartson a szájába. A liba is sülve járjon, a két szomján kulacsáljon. Az is hozzánk közel áll. Hát adjon Isten minden jót, minden évben tolfosztó. Poharunknak feneket, hogy ihassunk. Most hát igyunk a megevett libákért, a tövőbe hizlat kacsákért, s a megfosztott tolláért, a gazdáért, kelmetek kedvéért, és mindannyiunk egészség. Egészség! Hölgyészen 29 nevet őriz a 2021-ben születettek tiszteletére állított emléktábla, amelyet nemrég avattak fel. A falu legkisebbjeit és szüleiket hívta meg az önkormányzat, hogy ünnepélyes keretek között köszöntsék őket a település életében. Az eseményt a nagyközség gyermeknapjával kapcsolták össze, így szórakozási lehetőségből sem volt hiány. A nap programjaira örömmel látogattak ki a családok, ahol hosszú idő után végre együtt tölthették el, és sok beszélgetéssel fűszerezhették a napot. Hölgyész alpolgármester asszonya köszöntötte a 2021-ben született gyermekeket és szüleiket az emléktábla avatás alkalmából. A szülők örömmel tettek eleget a meghívásnak, a legkisebbeket babakocsikkal, a nagyobb bacskák már saját lábukon érkeztek az ünnepélyes eseményre. Kitty Ikre is 2021-ben születtek közé tartoznak. Mindig azt mondom, hogy sodrodunk az árral. Nem könnyű, de megoldható. Szerintem nagyon szép gesztus, és örültünk neki, mert tényleg nem mindenhol gondolnak a kis csöpségekre, akik igazából ugye előre viszik a települést. Úgyhogy én örülök neki. A 2021-ben születtek nevét őrző emléktáblán 29 kispolgár neve szerepel. A Hölgyészi Önkormányzat hagyományteremtő céllal hívta életre ezt a kezdeményezést, amelynek keretében minden évben köszöntik az előző év szülötteit, mondta el a nagyközség polgármestere. 2 évvel ezelőtt kezdtük el az akkor születetteknek, és a tavalyi évben ugye ültettünk a tavaly előtt születetteknek egy fasort a Dombovári úton az Eskanyarba. Nagyon üres volt a
tér ott, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy fasort, viszont egy ugye régi népi hagyományként ugye úgy gondoltuk, hogy azt a fasort ugye azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik a 2021-es évben, vagy 2020-ban születtek. És idén ugye pedig itt a téren, az iskola előtt ültetünk egy fasort, ez pedig a 2021 évben születetteknek ajánlottuk fel. Mi szeretnénk felújítani, egy kicsit feldobni Hőgyész települését az új fasorokkal, és a régieket, úgymond amelyik kiszáradt, vagy esetleg beteges, azokat kivágjuk, és helyette újakat szeretnénk ültetni, természetesen legalább kétszer annyit, amennyit kivágtunk. A fajtákról csak annyit, hogy a tavaly évben ültetett az díszcseresznye, a japán díszcseresznye, ez szintén díszcseresznye, csak ez bíborlevelű. Öregedő falu vagyunk, ugyanúgy, mint minden más település, kis település, de a tavaly évben megindult valami, és rengeteg fiatal házas pár, akár gyerekestől, vagy akár kismamaként, ugye jönnek ide, és költöznek ide, és veszik meg a régi házakat, és újítják fel. Nagyon örülünk neki, hogy tényleg elmegy az ember az egyik utcán. Ugye eddig mind romos épületeket láttál, és most mindenhol csak azt látod, hogy felújítás van, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Nagy szerencsénkre nyert bölcsődeépítő pályázatunk, és ugye eddig a településen nem volt bölcsödénk, és idén, ha minden igaz, be is fejeződik. Még nem kezdődött el a beruházás, de reménykedünk, hogy idén be is fejeződik, és akkor jövő január 1-től, de legkésőbb március 1-től indulhat a bölcsöde. Többszörös ünnep volt Hőgyészen, hiszen amellett, hogy köszöntötték a legkisebbeket, a település nagyobb bacskáit is várták gyereknapra. Ha most ugye azt mondanám, hogy azért tettük így, mert tudtuk, hogy itt most szép idő lesz, és múlt héten nagyon rossz idő volt, akkor egy picit ferdítenék. Az igazság nagyon egyszerű, akikkel kapcsolatban vagyunk, és hozzák a játékokat, a légvárakat, a dodgemeket, azok sajnos ugye a gyereknapon mindig nagyvárosokba mennek, és akkor ilyenkor érnek rá, ezért van egy héttel később, tavaly is, és idén is. Ugye úgy gondoltuk ki társtelepüléseinkkel, aki csatlakozik, az ugye beszáll a közös kasszába, aki nem, az nem, és mi szeretnénk ugye a hőgyészi gyerekeknek, meg most ugye két társtelepülés, a Duzsral együtt, a Duzsi gyerekeknek, hogy őnekik legyen jó, őnekik teljesen ingyen van minden játékhasználat, és jöhetnek mások is természetesen, de ők pénz ellenébe, tehát. A szülők szeme fényeinek műsora nyitotta meg a Hőgyészi Gyereknapot. Az iskolások egy táncos koreográfiával lepték meg a jelenlévőket. A lurkok a nap folyamán élvezhették az önfeledt gyermeki létet, melyhez számos programmal készültek számukra a szervezők. A Hőgyészi gyermekprogramok után pedig arról a sportrendezvényről számolunk be, amelyet verőfényes napsütés kísért, a helyszíne pedig az erdő volt. A Tamási Bringasport 22 versenyzővel képviseltette magát a legutóbbi saját szervezésű országos versenyen. A mikrosvári parkerdő terepviszonyaival kellett megküzdenie, hazánk számos pontjáról érkezett, igazolt, és amatőr diák versenyzőnek. A csapatok elégedetten nyilatkoztak a kialakított pályáról és a szervezésről egyaránt. Egy újabb sikeres rendezvény tudhat maga mögött a Tamási Bringasport. Ezúttal a Mountain Bike Diák Olimpia országos döntőjének lebonyolítói voltak. A versenynek a parkerdő adott otthont. Ez a harmadik éve, hogy Mountain Bike Diák Olimpia országos döntőt szervezünk Tamásiban, és az időjárás azért jelentett némi izgalmat, illetve kihívást, de szerencsére a hajnali zivatarok elmúltak, és a versenyzők bejárták a pályát, tehát minden pályaszakasz járható, a talajúimon tökéletes, tehát a nehezebb szakaszok is délutánra fel fognak szikkadni egy kicsit, úgyhogy a pálya minden nyomvonal járható. Diákolimpiáról van szó, tehát ezért a tanulói jogviszonyra rendelkezők indulhattak, egészen a 7-8 éves korosztálytól a 19-20 évesekig, és A és B kategóriákban, ami azt jelenti, hogy aki versenyengedéllyel rendelkezők és a versenyengedéllyel nem rendelkezők is külön-külön indultak. Tehát összesen 14 szorozva 2, 28 korcsoportunk, ami elég szép szám. Összesen 150 körüli versenyző érkezett el a mai napon,
és az ország minden pontjáról érkeztek. Négy különböző pályát jelöltünk ki, tehát korcsoportoktól függően alakítottuk ki a pálya hosszát és nehézségét. A legkisebbek természetesen a kicsi, könnyű pályán mennek, és úgy nehezítettünk, ahogy növekszik a korcsoport, illetve az igazolt versenyzőknek külön nehezebb pályát alakítottunk ki. A pályákat úgy alakították ki a szervezők, hogy ez a kerékpáros szakág megfelelő kihívásait tartogassa az országos diákolimpia résztvevő számára. A pálya nehézsége az, hogy sok helyen egynyomos, tehát nem mindenhol tudnak előzni a versenyzők, és azért vannak benne emelkedők is, a parkerdő azért remek terep ehhez, hogy ilyen szinteket tudjunk belerakni egy pályába. Általában az a visszajelzés érkezik minden rendezvény alkalmával, hogy az ideérkezőknek nagyon tetszik a pálya, nagyon tetszik a környék, szeretik Tamásit, és szívesen jönnek vissza bármikor ide bringázni. A tamási bringasport is képviseltette magát az országos versenyen, de tagjai a pálya kialakításból is aktívan kivették a részüket. A gyerekek ismerik a terepet, hiszen részt vettek a pálya kialakításában is, és a 150 versenyzőből mintegy 22 tamási diák, úgyhogy nagyon szép szám. A 150 körüli versenyző az ország számos pontjáról, többek között Sopronból, Bükszentkeresztről, Debrecenből, Szekszádról érkezett a tamási pályára. A Kanizsa 14 kerékpáros egyesület 140 kilométert utazott versenyzőivel a Diákolimpia döntőjére. Nagy Kanizsáról érkezett az egyesületünk, és ugye körönként láttuk a gyerekeket, hogyan fáradnak, egy nagyon jó kis izgalmas pályát sikerült kijelölni. Érkeztünk U9-től egészen U17-es korosztályig, mint látható van jó pár versenyzőnk, legalább 10 gyerekkel jöttünk, úgyhogy minden korosztályban képviseltetjük magunkat. A Covid-járvány miatt ezt a gyerekprogramunkat 2 éves késéssel tudtuk elindítani. Tavaly novemberben kezdtük el a gyerekeknek meghirdetni az edzéseinket, és azóta heti 3 alkalommal rendezünk foglalkozásokat nekik, ahol készségfejlesztéseket, technikai edzéseket és egyéb erőléti edzéseket tartunk a gyerekeknek. A nagykanizsai versenyzők a Tamásiban megrendezett Mountain Bike Diákolimpia országos döntőjének pályájával teljes mértékben meg voltak elégedve. Hát először levegőhöz próbáltak jutni, nagyon elfáradtak, kihajtották magukat az edzéseken, ugye egymás között nem tudnak ilyen tempót diktálni, nagyon kell ez a fajta versenydruk és a motiváció nekik, de szerencsére úgy néz ki, hogy vannak dobogós helyezéseink. Úgyhogy nagyon örülünk, mindenképpen visszatérünk, és a további különböző Tamásiban rendezett versenyekre is fogunk jönni mindenképpen. A csonkrádi versenyző is elégedetten nyilatkozott a pályáról, a 4 kör megtétele rendesen ki is fárasztotta, de még így is a dobogós helyen ért célba a döntő alkalmával. Nehéznek nem nagyon volt, csak hosszú. Hosszú meg volt olyan, ahol menni kell nehezen. Meg csak azért lett sok, mert húszú volt a táv, sok volt a ilyen emelkedős éjszak. A versenyzők és a szervezők részéről is elégedettséggel zárult a Tamásiban 3. ízben megrendezett Mountain Bike Diákolimpia országos döntője. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!